December 6-a Miklós napja. Ezen a napon a Mikulást ünnepeljük, amit a legtöbb gyermek nagyon vár. A palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklós népies alakja. Nagyon érdekes Szent Miklósnak az élete, azt tudnunk kell, hogy Műra városába született, ott a 4. században. Ki volt ez a Szent Miklós, ki volt? Hát egy csodálatos egyén volt, aki a történet azt mondja, ez az ajándékozás, mert ugye az ajándékozásra akarunk hallani, hogy őt, amikor püspökké választották, valójában egy olyan ember volt, akinek hiába volt sok pénze, ő nem a pénzt élvezte. Nem örült a pénznek, ő úgymond megosztott az emberekkel, és a történet jön, hogy volt egy nagyon szegény ember, ennek a szegény embernek 3 csodálatos szép lánya volt, és a lányokat férjhez kellett volna adni, ám nem volt hozomány. És erre a szegény apa mire vetemedett, mit gondolt, azt gondolta, hogy a lányokat becstelen munkára adja, és majd megkeresik a hozományt. Ez meghallott a Szent Miklós, és a történet azt mondja, hogy egyik éjje az a pénz, az a csörgedező pénz, ami Miklósnak volt, és nem használta a külsőségekre. Oda ment ennek a háznak az ablakához, benézett, látta, hogy szomorkodnak a lányok, és a félig nyitott ablakon behelyezte azt az aranytallért, azt az aranyt. Másnap reggel fölébredtek a lányok, fölébredt a lány, és meglátta, hogy ez egy csoda érkezett, és oda ment boldogan mondani az édesapjának, hogy édesapám, nem kell azt a megalázó munkát elvállalni, itt a hozomány. Tehát valójában ugye innen eredeztetjük ezt a hagyományt, hogy Szent Miklós. Ezen a napon a régi időkben is izgatottan készültek a gyerekek. Kipucolták a cipőt, a csizmácskájukat, oda helyezték az ajtó, az ablakba, és hát a Szent Miklós megjött. Ugye nagyon érdekes, hogy ebbe a csizmába nem mindig csak alma, körte, gyümölcs, mogyoró vagy cukorka volt, hát azért néha volt a csizmácska mellett egy virgács is volt, ugye, mert Miklós nevelő hatással volt van a gyerekekre és mindannyiunkra, tehát aki egy kicsit az évfolyamán rosszalkodott, hát az egy kis virgácsot is kapott a cukorka mellé. Azonban van még egy érdekesség, és ugye Szent Miklóssal kapcsolatban, amikor úgymond, hogy napközben vagy este felé, este jár, amikor ugye ő föl van öltözve a csodálatos piros ruhájába egy piros süveggel, ám van neki segédje, a segédnök pedig az ördögök, a rosszak, akik ugye kísérik a Miklós. És ilyenkor Miklósék bebekocognak egy-egy házba, ahol fiatal vagy gyerkőcök vannak, és Miklós vizsgáztat. Megkérdezi, hogy szabad-e bejönni, és megkérdezi a kedves anyukát, megkérdezte, tud-e ez a gyerek számolni. Jó volt-e ez a gyerek? Jár-e hittanre, tud-e imádkozni? És hogyha a gyerkőc kicsit elbizonytalankodott, akkor ugye a segédek, hát a Krampusz urak ott voltak, azok egy kicsit virgáccsal nevelésre bírták a, hát úgymond a bizonytalan legénykéket, vagy a nagylányokat, ám aki pedig nagyon szépen válaszolt, és nagyon tudott, hát azt azért a puttonyban lévő ajándékkal Miklós megajándékozta. Mikulás, Télapó, Szent Miklós. Vannak más kultúrák, ahol másként őrzik ezt a hagyományt, mint Magyarországon. Nem baj az, hogy most lassan-lassan ismét tisztázódtak a fölállások. Az, hogy azt mondjuk, hogy meg lehet, hogy durván fogalmazok. Amerika ugye, tehát mi hagyományt ápolunk és hagyományt betartjunk. Amerika egy alig 300 éves ország, akinek a hagyományai talán mi, talán az európaiak, talán másunnan vitték be ezeket a hagyományokat. Na most ott ezek a hagyományok ugye másként néznek ki, különböző közegek, különböző népcsoportok, és valójában őnáluk minden a karácsony körül, minden a karácsonyra fókuszál. És ugye őnáluk karácsonykor, ez a mi Műrába született, vagy nem is tudom az ő Mikulásuk hol született,
az viszi ugyanazon a szánon, ugye önnáluk már a szarvasoknak is nevük van. Most ez nagyon jó, most visszakérdezné tőlem, én nem tudom a szarvasok nevét, de a mostani gyerekek már tudják ezeknek a szarvasok neve, szarvasoknak a neveit, amik ott Amerikában őshonosak, igen, és ők viszik az ajándékot. Nagyon szép hagyomány az is, de talán nálunk nem fontos, hogyha nem ezt ünnepeljük. És ugye azt is tudjuk, hogy talán úgy mondanánk, hogy a rendszerváltás előtt, itt Magyarországon is, ez, hogy Szent Miklós és december 6-a, ugye ő neki nem a népkörübe és a falusi közösségekbe volt ez, de hivatalosan amerikások voltunk, mert Gyed Mráz hozta a fenyőfát, nem is a karácsonyfát. Mivel Miklós napján tartjuk ezt az ünnepet, így ebből a névből alakult ki a Mikulás szó is. Ez egyébként egy cseh eredetű szó, maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál.